A Fidesz tovább trükközik a választási rendszerrel, így reagált a DK, a Nemzeti Választási Iroda választási törvényt érintő módosító javaslataira. A párt szerint ezután is megmarad a győztes kompenzáció, maradnak az önkényesen meghúzott választókerületi határok, valamint a fiktív bejelentkezéssel való visszaélés esélye. A stúdióban Arató Gergely. Miből gondolták, hogy változik valami? Vagy hogy ezek épp megváltoznak? Nem voltunk nagyon optimisták, de hát azt gondoltuk, hogy ha előterjeszt a MVI egy ilyen javaslatot, akkor az elvárható, hogy a pártok elé hozza, akkor elvárható, hogy mi pedig erről elmondjuk a véleményünket. Az látszik, hogy az MVI javaslata az elkerül minden igazi problémát. Hogy mondjak még egy példát, talán az MVI például a tudósításban, hogy itt is ezen a tájékoztatón is elmondta az MVI elnöke azt, hogy a határon túli magyarok esetében a regisztrált szavazóknak a saját maguk által állítólag megadott lakcímre kiküldött leveleknek egy jelentős része visszaérkezik azzal, hogy a címzet ismeretlen. Magyarul ebben a határon túli rendszerben egy csomó olyan szavazó van, akik fiktív módon vannak benne. Most az MVI azt javasolja, hogy ezek egy részét, tudnék azokat, akik az elmúlt két választáson nem vettek részt, azokat vegyük ki ebből a listából, ez klassz, és ez jó dolog, na de közben ugyanakkor megmarad, hogy azok, akik fiktív módon kerültek bele ebbe a listába, de valaki szavaz is a nevükben, tehát ahol valóban választási csalás történik, már pedig ez megtörténik. Na de ez ebből nem derül ki, mert itt azokról beszélünk, akiknek visszajött a dokumentum azzal, hogy nem kereste, vagy nem találta. Nyilván ők nem vesznek részt a választáson, csak hogyha ők bekerülhettek a rendszerbe, akkor ez azt mutatja, hogy könnyen be lehetett regisztrálni bárkit bármilyen módon, valamilyen valós vagy fiktív adatai segítségével, meg lehetett tanítani. Ez a rendszer például úgy működik, hogyha mi mindketten Sepsiszentgyörgyön élnénk, és én tudnám az ön néhány alapvető adatát, akkor megadhatnám ezeket választási regisztrációhoz, és megadhatnám a saját lakcímemet. Innen kezdve hozzám érkezne meg az ön szavazólapja. Tehát a Rónai Egonnak címzett boríték, én azt átveszem a postástól, kitöltöm a szavazólapot, és visszaküldöm az ön nevében. Tehát ez a rendszer mindezt úgy... Van feltételezésük, hogy ez hány szavazat lehet? Tehát valami nem létező becslés létezik? Nem akarok ebben tippelni, de a választási eljárás... Tehát, milyen súlyú ügyről beszélünk? Világos, választási csalás mindig lehetséges. Azt tudjuk, hogy több százezer szavazat érkezik határon túlulra, azt nem tudjuk, hogy mennyi ebből a való szavazat. Nem is akarok én erre tippelni. A választási eljárásnak van egy alapvető szabálya. Ez a szabály pedig az, hogy úgy kell kialakítani a rendszert, hogy annak minden pontja mindig ellenőrizhető legyen. Ugye ez az EBSZ elvárása is, Európai Biztonsági Együttműködési Szervezet, a legfontosabb választás ellenőrző szervezet, aki például mindig kifogásolja az 14 óta, hogy például a névjegyzék nem nyilvános. Tehát nem tudom ellenőrizni, vagy ön nem tudja ellenőrizni, hogy a példánknál maradjunk, hogy valaki regisztrálta az ön nevét és adatait ebben a rendszerben, mert nem nyilvános a névjegyzék. Szóval ez egy teljesen átláthatatlan rendszer. Ezt csak azért mondtam ezt a példát, mert miközben látszik, hogy ez egy alapvetően szakmai javaslat, jól látható módon a lényegen azon, hogy ez egy a Fidesz által egyoldalúan meghozott választási rendszer, amelyik nyilvánvalóan a Fidesz párt érdekeit szolgálja, ezen nem változtat. Pár Fillon a távozása, nyugdíjba vonulása és egy új kinevezés változtathat valamin? Én azt gondolom, hogy csak ronthat a helyzeten, ha egyáltalán lehet rontani a helyzeten. Nincs illúziónk abból a szempontból, hogy az MVI élére egy pártkatonát fog Orbán Viktor ültetni, anélkül, hogy bárkivel egyeztetne, bármelyik ellenzéki pártot vagy civil szervezetet megkérdezne. Kapott egy meghívást Dobrev Klára, úgyis, mint a DK Európai Parlamenti képviselője, Transit nevű rendezvényre, ami egy hagyományos jobboldali rendezvény, Orbán Viktor is fel fogott szólalni, és vannak ott viták, jobb és baloldal, ellenzék és kormányoldal között. Sokan elmennek, Dobrev Klára közölte, hogy nem. Miért nem? Mit tud erről? Valóban vannak olyan pártok, akik elmennek. Dobrev Klára esetében egyébként az a helyzet, hogy ő már Brüsszelben végzi a munkáját, hiszen az Európai Parlament alelnöke, és ott elkezdődött a munka előkészítése, tehát egyszerűen ezért nem tud részt venni, de más DK-st nem hívtak, és hogyha hívtak volna, akkor sem ment volna el, tehát akkor sem mentünk volna el. Azért erről a rendezvényről azt kell tudni, hogy ez korábban egy létező, eleven, sok szempontból izgalmas, jobboldali, konzervatív rendezvény volt. 2018-ban ezt megszállta a Fidesz, kirúgta a korábbi szervezőket,
fideszes pártkádereket ültetett bele a szervezőbizottságba, és ma ez Tusványosnak az aktuális kiadása, ez egy Fidesz pártrendezvény. Ráadásul az is kiderült közben, hogy a független sajtó jó részét még tudósítani sem engedik erről a rendezvényről. Én azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvényen egy ellenzéki politikusnak, egy demokratának nem kell részt vennie. Na akkor már a demokrácia. Engem őszintén szóval meglepett, hogy nem használják a lehetőséget az ellenzéki pártok arra, hogyha már el lett rontva Bíró László nevezése a tiszaújvárosi választásra, akkor találjanak egy olyan jelöltet, aki nem megkérdőjelezhető a demokratikus elkötelezettségében, az emberi jogok melletti kiállásában. És ehhez képest a DK kiáll mellette, és leszögező, hogy változatlanul őt tekinti a jelöltjének. Én azt gondolom, hogy az ellenzéki együttműködésnek van két nagyon fontos alapja. Az egyik pontosan, amit említett, az, hogy elvárható minden résztvevőtől, hogy tiszteletben tartsa az alapvető emberi méltóságot, az emberi jogokat. Mi úgy érezzük, hogy a Fidesz sajnos nem változott ebből a szempontból, hogy a Jobbik viszont ebből a szempontból változott. A Jobbik ma törekszik arra, hogy bebizonyítsa, hogy elfogadja ezeket az elveket. Számunkra ez bizonyítja az is, hogy Bíró Lászlóba volt annyi gerinc, hogy bocsánatot kérjen a korábbi kijelentéseiért, és világossá tegye azt, hogy ezeket sajnálja, és ezeket a nézeteket ma nem osztja. Másrészt pedig van még egy alapja ennek az ellenzéki együttműködésnek, az, hogy tiszteletben tartjuk az egymással kötött megállapodásokat, és nem rúgjuk föl ezeket, és különösen nem hagyjuk azt, hogy a Fidesz éket verjen az ellenzéki pártok közé. Ez igényel némi türelmet, és igényel egyfajta higgadtságot, de a kötött, az adott szó kötelez elve az, ami egybe tartja ezt az ellenzéki együttműködést, ez építi a bizalmat. Ebben esetben is erről van szó, és az persze nyilvánvaló, hogy a Fidesz minden trükköt bevet, hogy megakadályozza ebben a körzetben is a közös ellenzéki jelöltnek az elindulását, de nem a Fidesz fogja megszabni azt, hogy mi kit indítunk el egy választáson. Igen. Ott most van egy fellebbezés, amely arról lenne hivatott dönteni, hogy a Jobbik elnöke aláírási jogosult-e, és aláírásával támogathatja az indulást. Ám, de hogyha ez nem sikeres, ez a fellebbezés, akkor egy másik jelölő szervezetnek kell Bíró László mögé állni, akár a DK-nak? Én azt gondolom, ugye, hogy eddig is arról volt, hogy közösen állunk be mögé, tehát minden ellenzéki párt támogatja az ő jelölését. Én nem tudom azt, hogy mi lesz ennek a jogi megoldása ennek a problémának. Én abban bízom, hogy a független bíróság, vagy a bíróságban van még annyi függetlenség, hogy ezzel egyébként meglehetősen abszurd kifogással szembe szegüljön. Ugyanakkor a bejegyzési folyamat is zajlik, tehát az is elképzelhető, hogy a Jobbik hivatalos bírósági bejegyzése is odaér idejében, hogy ez a fajta jelölés szabályosan az összes párt jegyében közös jelöltként demonstrálva azt, hogy közösen akarjuk leváltani a Fideszt, ez működjön. Köszönöm szépen. Köszönöm.